Hello mindenkinek, Ryder vagyok, a mai Heroes of the Storm videónkban Xullal fogunk játszani, ugyanis azt mondtátok, hogy hey Ryder, miért nem játszunk Xullal? Szóval vele fogunk játszani a Melee Specialist-a, és igen, sajnálom, hogy mostanában kicsit fogytak a videók a csatornán, erről már érkezik hamarosan egy másik videó, hogy mi történt, mi a helyzet, és csak úgy mizu, vagy lehet, hogy már fenn is van a videó, mit tudom én? It is time. Nos, hölgyeim és uraim, ma a Sky Temple-ön fogunk játszani, a mi csapatunk pedig Liming, ETC, Ariel, Nova, valamint Xul, az ellenség csapata pedig Gul'dan, Ariel, Dehaka, Kerrigan, valamint Liming. Szóval, Xul! Xul képességei, először is a Q-ja, az egy Spectral Sight lényegében egy visszafele skillset, gyakorlatilag egy visszafele skillset, kilőjük, és felénk utazik majd egy csodálatos kasza. A W-ink pedig a Cursed Strike, lényegében a basic attack-jaink, ahelyett, hogy sima basic attack-ok lennének, egy ilyen 180 fokos félkörben sebeznek majd, és lassítják az ellenséget. Az ink pedig a Bomb Prison, gyakorlatilag egy másodperc után valakit lerútól a trétünk, pedig az, hogy Raise Skeletons, amikor minionokat ölünk, akkor azok a minionok feltámadnak, ez itt gáz, akkor azok a minionok feltámadnak, és segítenek majd nekünk a csodálatos harcban, valahogy úgy pont olyan kis minionok támadnak fel, olyan szépek. Oké, na most itt nekem nem biztos, hogy jó dolgom lesz boton, hogy ketten vannak. És az úgy nekem problémás, elég erőteljesen problémás. Mert nem tudok mit csinálni egyszerűen. Tehát Gul'dan gyakorlatilag teljes mértékben be tud rólam healelni. És nem tudok bemenni, ugye? A probléma csodálatos Xul'lal az, hogy melee-hős, és ez azt jelenti, hogy nem támad elég közelről, de és ugye nézzétek meg, nem nagyon tudunk mit csinálni, mert egyszerűen Gul'dan le tud minket trédelni, és gyakorlatilag el tudnak menekülni. Hírek pont nem jöttek. Krónia hírek pont nem jöttek, és gyakorlatilag amíg mi bemegyünk, hogy betámadjunk, addig egyszerűen szét tudnak minket szedni. Egyszerűen gond nélkül szét tudnak minket szedni. Mivel, hogy jól állunk templomokból, én igazából szerintem csak visszamegyek botra, és megpróbálok magunknak XP-t szerezni. Megpróbálom visszaszerezni azt az XP-t, amit sajnos rám szántak, vagy rám szántak, amit megszerzett az ellenség, ugyebár a halálunk miatt. Hú, a hangom! Ryder, majd, hogyha jövőben videót csinálsz, ne egyél fagyit mielőtt. Miért ne kellene videózni? Xul nagyon jó abban, hogy hogy minél hullámokat szedjen szét. Ugye gyakorlatilag minél több miniont megölünk, annál több, hát házi késide is minionjaink lesznek, akik természetesen tornyokat is tankolnak majd nekünk. Amúgy Xul egyes képessége, azt első szinten választottuk. Ó, remek. Ó, remek. Csak fel kellett volna mantulni, és el kellett volna menni. Szóval a Xul képességet ezzel szinten választottunk. Ez a Bone Armor volt. És... három választási lehetőségünk volt. Vagy a Blacklash, hogy amikor véget ér, akkor felrobban. És sebez. Százalékos sebzést. Ó, az úgy jónak néz ki igazából. Vagy a Shacklet vettük volna fel, ami lassítja az ellenséget. Mi a Shadet vettük föl, amivel a basic attack-ok nullifikálódnak 100%-osan. Az nagyon-nagyon ritka, hogy valahol basic attack 100%-osan nullifikálódjon. Sőt, gyakorlatilag nincs is. Hát, kicsit túl messze vagy. Ó, nem vagy már túl messze. Oké, meghaltál, király. Tehát a tornyok alá is nyugodtan be tudunk így menni, hiszen gyakorlatilag nem sebeznek minket 3 másodpercig.
Negyedik szinten pedig azt vettük föl, hogy amikor lenyomjuk a bomb prisonünket, az énket, akkor kettő ilyen kis csontvázat spawnolunk, amivel ami azokra fókuszál, akit beletettünk a bomb prisonbe. Hetedik szinten pedig a Ratmas Blessinget vettük föl, amivel pedig amikor csontvázakat spawnolunk, akkor ne aggódsz, babuszt, az nem kell nekünk, akkor hílelődünk csontvázakét 72-ért, ami nem tűnik soknak, hogy csak 72-es híl, az nem sok, viszont hogyha azt veszük, hogy egy hullámban 7 millió van, 7x72, 7x7, az úgy hirtelen 49, plusz még az apraja, több mint 500 HP-ért hílelődünk, ami sok, hogyha megnézzük, most van Xul-nak 6600 HP, gyakorlatilag igen nagy részét az életének vissza tudjuk tölteni ezzel a képességgel. Amúgy ott a jobb felső sarokban, bal felső sarokban most vettem észre, ott van az FPS és hasonló számlálunk. Ctrl-Alt-F-el lehet ki és bekapcsolni. Meg kikapcsolom, hogy ne zavarjunk titeket, mert lehet, hogy valaki zavar. Oké, fókuszálunk kicsikét Aurielre, mert hát ő a support, rá kellene. Sajnos nem jött össze eléggé, de eléggé összejött, jó, mivel meghalt. Az úgy arra azt mondanám, hogy eléggé összejött, de ha ott van, de akár megpróbáljuk elnyomni a rutot, rá is tudjuk nyomni a rutot, és de ha is meghalt, nagyszerű, akkor Corruption jön Guldentől, de igazából nem fog senkit se véglegesen lesebezni. Ami tök király. Kerigen kombó, félreléptünk, de sajnos nem eléggé. Erre készültünk volna egy picit hamarabb is, és akkor nyugodtan kikerültük volna, teljesen kikerültük volna, bocsánat. Nyilván annyit kellett volna csinálni, hogy már amikor ugrik Kerigen, mert akkor már látszott róla, hogy mire készül, már amikor ugrott, már akkor egyszerűen csak annyit kellett volna tennünk, hogy elindulunk valamelyik oldalsó irányba, ide kikerülni a Kerigen kombót. Tehát valahogy így. Csak még korábban. Aki Kerigen nem akar többet jönni, nem is baj. Nem is bánom egy csöppet sem. Jó. Jó, vezetünk. Nagyon vezetünk, szép vezetünk. Oké. Milyen kell több XP? Ez egész meccsbe. Ami tök király, de hát igazából mi is kell legyünk, miért is kell legyen, mi vagyunk a specialistek, nem más. Na most negyedik szinten felvettük volna igazából a Targos Essence-et is, amivel manát is visszatöltöttünk volna csontvázanként, de a Jailors az sokkal-sokkal jobb, majd később nagyon be fog játszani, mert csak egy autóatak kellett volna. Később sokat fog számítani nekünk az a Jailors talent. Mert meglátjátok, hogy miért. Amúgy nem vagyok benne biztos, hogy az előző epizódban is erre a buildre mentünk, de hé, az előző epizód márciusban volt, amikor kijött Xul. Szóval értitek. Na most Xul-lal nagyon jól, egész jól lehet pusholni, hogyha nincs semmiféle. Hoppá! Helyzet van. Oké, szóval nem álltátok még az ultimat. Abszolút. Az ultimate Poison Nova, ami annyit fog csinálni, hogy sebez, és nem csak hogy sebez, hanem egy hatalmas egy mérget nyom az első csapatában egy ilyen körre. Nem mindenkire, hanem nem is tudom hány irányba pontosan hirtelen, ez túl sok matek lenne megmondani, hogy hány irányba kiküldi egyszerre. Kiküldi a mérget, azt hiszem, hogy olyan 16, kb. 16 irányba kiküldi a mérget. És azzal sebzünk. Jó, 13. szinten a Corpse Explosion-t vettük föl, ami által, amikor a csontvázai meghalnak, akkor még fel is robbannak. És ez egy kis sebzés, ez egy kis extra sebzés. Ami bónusz sebzés minionok
Bocsánat, nem hősök ellen. Esős, itt pont nincs semmi vizénk. Na így kikerülnek elégen kombót. Harmadjára csak sikerült. Harmadjára csak sikerült kikerülnek elégen kombót. De hey, tök mindegy, az a lényeg, hogy ki sikerült. Kerüljük a elégen kombót. Oké. Okay. A tablet megfelelődik, mert szerintem vannak, mert nincs semmi értelme, inkább beszerezzük meg. Habár, hogyha ott itt pusolnak vadul, akkor itt valamit kell csinálni, kellene csinálni ezzel. De akkor majdnem jött. Majdnem jött, és majdnem csinál dolgokat. De nézzétek meg, emiatt a trét miatt Xul nagyon-nagyon jól tud véveket pusztítani. Nagyon-nagyon szépen tud véveket pusztítani. De maximum egyszerre 4 csontvázunk lehet. De ez olyan dolog, amit nem lehet megjegyezni. Viszont szerint az még így is bőven elég sok. Oké. Okay. Oh fuck. Oh fuck. Resting pepperoni. Hol a... Please. Please. Aria, please. Please. Igen, mondjuk lehet, hogy itt is itt kellene, de Aria nem... Aria. Valakit fel tudnál támasztani? Ah, oké. Okay. Oké, okay, tehát... nem azért, de szerintem... Nem kellene látszódjon az, hogy minket fel tudtál támasztani Auriel, amikor neki cooldownon van ez a képessége. Egyszerűen szerintem ez nem kéne látszódjon, értitek? Ezt én meg szeretném szerezni. Xul nem az a hős, akivel könnyű a milliónokat megszerezni. Ugyanis ami probléma vele, ez az, hogy ilyenkor most nem kap híleket, nem kap semmiféle hílt semmitből. Ugye lénekben gyönyörűen működik, mert lénekben nagyon-nagyon szépen tud hílelődni gyakorlatilag. Egyszerű. Mi volt ez? Kerigan, please. Fuck. Fuck. Ariel nem tudja lezelni, igaz? Nem? Ariel lenyomta, oké. Okay. Szóval Xul nagyon-nagyon szépen tud hílelni, akkor, hogyha minion hullámban van. Ha minion hullámban van, ezzel a build-el gyönyörűen tud hílelni, viszont most nem voltunk. Amikor ilyen kempeket szedünk, akkor nem vagyunk természetesen rá. Bármiféle minion hullámba. Szóval... Ezért... Hát... nehezebb... az élet. Arja sem tud semmit csinálni. És ezért meg is fog halni. Nagyszerű, de hát aztán megállította. Mi is tudunk már sok mindent csinálni. Hiszen ugye ember hátrányban már nehézkes lenne bármihez is kezdeni. Igen, csak bejönjünk ide. Támadunk egy párat. Beszedünk egy jó pár miniont, majd fel fognak robbanni. Mivel mindig csak maximum 4 minionunk lehet, ezért hogyha szerzünk újakat, akkor az, akinek a legkevesebb HP-ja van, az felrobban. És ugye jön helyette egy új. Oké. Okay. Ne. Azt ne szerezzük meg. Nagyon veszélyes. Pontosan ezért. Ne, ezt szerintem nem kellene. Ezt mondom, ezt nem kellene. Főleg így nem kell nyitom Dehaka. Bassza meg! Oké. Okay. Mindenféle gyönyörű sztánok Dehakára. Jó, Liming meghalt. Viszont a boss mindjárt feljön. Oké. Okay. Egyszerű fear. Az első guldanyától, és most nem volt elég egyszerű, szóval Poison Nova, Most Pit is, és minden, ami létezik, igazából csak
Csak nyernünk kellene. Semmi más. Semmi más nem kellett csinálni, csak nyernünk kellene. Vannak minionjaink, vannak, van egy csomó-csomó minion, úgyhogy jön a boss is. Nova már beindult, Nova már tankoljon, Nova már tudja, hogy mit kell csinálni. Oké. Okay. Ezt csak a szinte meg kell nyerjük a meccset. Oké. Okay. Nyerjük meccset. Oké, ezekkel meg fog halni, meg lesz rútolva, meg lesz Amplified Healing-el, és akkor ezzel kb. Meg is nyertük a meccset. Mivel már nincs, hogy csináljanak. Szépen körbekállítjuk őket, ha velem nem is törődnek. Omega Storm, bocsánat, csak Maelstrom. Csak úgy jön, de igazából nem ér sokat. Wow, ez a mai második győzelmem. Nagyszerű. Nagyszerű. Oké, okay, szóval én nem xulozok sokat, az az igazság. Valahogy nem klikkelek vele annyira, nem tudom miért. Nem tudom miért nem klikkelek vele annyira. Viszont ez a meccs nem volt jó, ez a meccs határozottan nem volt rossz. Határozottan nem volt rossz. Mondjuk annak ellenére, hogy ez quick match, a csapatok is szépen néztek ki. Szóval tetszett a mai Heroes of the Storm videó, akkor ne felejtsetek el dobni egy lájkot, mert az rengeteget segít. Valamit újabbkodtok a csatornán, akkor én ezt termettek, hogy iratkozzatok fel. Rider voltam. Hamarosan találkozunk, de addig is. Játsz tovább!